A kormány váratlanul megszüntette a megújuló energia kötelező átvételét. Módosították a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételéről szóló rendeletét, mindössze 5 napot hagyva arra, hogy a kisméretű erőművek 500 kW alatt építését tervező cégek beadják kérelmüket. A Manapiparági Egyesület a szűk határidő mellett élesztőnek véli azt is, hogy ez a jövőre nézve sem fog változni. Domokos Erika cikke a napi.hu oldalról. A több év alatt az illetékes minisztérium, NFM, a szabályozó hatóság, meg a szakértők és a piaci szereplők közös munkájával előkészült, majd az Európai Bizottság jóváhagyásával 2017. októberében indult a korábbi KÁT, kötelező átvételi tarifa, rendszernél szigorúbb feltételekhez kötött METÁR, megújuló energiák támogatási rendszere, szabályozásában a kormány 2018. április 20-án hozott rendeletével egyetlen bekezdéssel ellehetetlenítette az 500 kW alatti megújuló energiát hasznosító kis erőművek létesítését. A kormányrendelet ugyanis mindössze 5 napot hagyott arra, hogy a pályázók kérelmeiket beadhassák, miközben korábban nem szerepelt határidő a rendeletben. A határidő lerövidítése tragikus következményekkel jár, hiszen korábban a kérelmek 2017 közepétől folyamatosan benyújthatóak voltak és egy ilyen kérelem előkészítése jellemzően 6-tól 12 hónapig tart, írt a közleményében a Manap. Soha ilyen éve még nem volt a magyar sikercégnek. A piaci szereplők jelenleg a 2017 előtti KÁT rendszer erőműveinek beruházásainak megvalósításával vannak elfoglalva és a Manap tagságának tapasztalatai szerint az idén kezdtek volna nagyobb léptékben az új METÁR rendszer szabályai szerint megfelelő kérelmek előkészítéséhez, a mai helyzet szerint immár feleslegesen. A Manap számára nem ismertek a hirtelen jött változtatásokai, a határidő, kormányrendelet szövege szerint, véglegesnek tűnő bevezetése alapján egy hirtelen és váratlan döntéssel az 500 kW alatti kis erőművek új létesítését a METÁR per KÁT rendszerben egyszerűen kihúzták a rendszerből, véli a szakmai szervezet. Most úgy tűnik, hogy a már akár hónapok óta folyamatban lévő projektek előkészítési munkái is befejezhetetlenek, sok pénz és munka megy vecendőbe, de ami még ijesztőbb, hogy a kiszámítható jövőbe vetett hit csak egy ábránt volt. Sajnos a sokszor emlegetett, bizonytalan jogi és beruházói környezetnek azt a példáját látjuk, ami az energetikai szektorban, ahol évtizedes távlatokban kell gondolkodni, a legsúlyosabb hatással bír, mondta Szolnoki Ádám, a Manapiparági Egyesület elnöke. Még egy erőmű épül Pakson, ezt a cikket olvasta már. Ha a szabályozás rövid időn belül nem változik visszájára, akkor nem várható el, hogy a megújuló energiaszektor vállalkozásai komoly terveket szőjenek és idővel akár nemzetközileg is sikeres új villamos energiatermelő cégek indulhassanak és nőjenek fel Magyarországon. A Manap állásfoglalása szerint a helyzet azért is kritikus, mert a megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó tervek és vállalások eddig úgy tűnt, hogy jelentősen alapoztak volna napenergiára. A hírekben sok szó esik ugyan egy várható, nagy napelemes agrárprogramról, ami kiegészítő programnak örvendetes lenne, de a megújuló villamos energiatermelők fejlődését is biztosító METÁR per KÁT nélkül csak egy adminisztratív félmegoldást jelent a magyar napenergia szektor jövője szempontjából, függetlenül a program esetleges méretétől, áll a közleményben. Vége. Megjegyzés, a Manapiparági Egyesület napelemes rendszerek telepítésével, forgalmazásával és gyártásával foglalkozó cégeket tömörítő szakmai szervezet.